kérek bele két kanál cukrot, meg egy tejfit. Köszönöm! Megúr. Jöjjenek a kannák a kreatív percekbe, a nyárok annák így lesz. Köszöntjük kedves nézőinket! Mai kreatív perceink keretében egy igazán régi teáskanna kerül felújításra, de hogyan is, Viki? Mediterrán hangulatú tündérkertecskét fogunk belőle készíteni. Rengeteg alapanyagot fogunk felhasználni, 3D megoldások is lesznek benne. Szerintem szeretni fogják a nézők, és bízom benne, hogy sokan kedvet kapnak, és előkeresik a spajzból, a fészerekből a régi alumínium kannákat, és felhasználják őket, és új dekorációkat készítenek belőle így nyárra. Én már egy picikét előre haladtam, ugye a szokásos munkafolyamattal, fémre, alumíniumra dolgozunk, így aztán szükség volt az alapozásra. Így van, alapozás után pedig Timi, majd dekopázsolni fogunk, de már is a dekopázsolásnál egy 3D technikát fogunk használni, amikor a képnek bizonyos részei alá gyurmát fogunk ragasztani, szerintem ilyet már készítettünk, és ezzel majd egy kicsit kiemelünk bizonyos részeket a mintából. Jó. Én még gyorsan befejezem a kannát, te pedig addig? Amíg te a kannát alapozod, én addig kiszedem neked azokat a részeket a rizspapírból, ami neked jó lesz a felhasználáshoz, és ezután pedig gyurmából én téglamintát fogok készíteni, illetve kis cserépdarabkákat, amivel díszíteni fogok utána a dekopázsolt részt. Okay. Egy vizes ecsettel körbe rajzolom a mintát, és így ugye sokkal könnyebben el tudom szakítani. Ez egy nagyon bájos ilyen kis házikó minta, amit egyébként Timi egy nagyon különleges technikához lehet felhasználni, ami nem más, mint a tegola technika, amikor a mediterrán tetőcserepeket díszítik be, és rendkívüli aprólékossággal díszítik föl úgy ezt a cserepet, hogy 3D, 3D dekorációkat kap az egész cserép, de teljesen valósághű. Ó, ez nagyon jól hangzik. Na, olyat sohasem csinál. Miért? Kicsit munkaigényes, vagy ilyen maratoni kreatív percek keretében, hogy egy hónapig az készül. Ha most jól értem, cserépre rakják. Igen, ez a mediterrán cserép, ez egy picit ilyen trapéz formájúnak mondom én, és ilyen kétfajta méretben lehet kapni erre a díszítési technikára. Az egyik az körülbelül egy ilyen 40 centi hosszú, a másik pedig körülbelül a fele egy ilyen 20-25 centi hosszúságú, és akkor ezt feldíszítik úgy, mintha egy házikó lenne, vagy többet is összeépítenek, és akkor ilyen művészi precizitással kiskerítést hajligatnak egyesével, drótból, akkor miniatűr virágokat készítenek hozzá. Na hát most ez hasonló lesz, csak egy sokkal egyszerűbb és hatékonyabb verzióját fogjuk elkészíteni. A lényeg az, hogy adok egy másik mellőnk is, és akkor nagyon kevés gyurmát ragasszál Timi majd a minták alá. Sima hópi ragasztó, amit használunk, ehhez egy kis ecset, és akkor azokat a részeket, amiket szeretnénk kidomborítani, azokat a ragasztóval bekenjük. Itt esetleg Timi, az is egy klassz megoldás, hogyha ilyen dupla gyurma réteget teszel föl a felületre. Az mit jelent? Azonnal mutatom neked. Mondjuk ez a darabka, ez elég lesz majd a bejárati ajtóra. Sőt, még egy kicsit kisebb is. Akkor
akkor következik itt ez a téglás rész. Most így nagyjából ez ugye ugyanolyan magas, mint az ajtó. Érdemes mindig egy kicsit a mintán belül maradnod ezzel a technikával, hogy utána szépen a széleket rá tudjad húzni majd ide a gyurmának a szélére. Ide kell még nekünk egy kis darab. Nem baj, hogyha nem tökéletesen egyformák. De mivel az ajtókeret ugye valóságban valószínű, hogy egy kicsit kijebb van, mint a maga az ajtó, oda teszünk még egy gyurma részt. És hogyha ezt majd ráragasztod, akkor ugye ez a rész itt magasabb lesz. És az ajtó egy kicsit beljebb kerül, ezzel is fokozni tudod a 3D hatást. Utána következnek a bokrok az ajtó mellett. És oda sokkal kisebb gyurmadarabokat raksz. Igen. Ugye ezzel a technikával igazából bármi kiemelhető gyorsan, egyszerűen a rizspapírokon. A lényeg, hogy mindig a rizspapír hátuljára kell a kiválasztott minta alá a gyurmát raknunk. Igen. De kupás ragasztóval fölragasztható lenne a gyurma, vagy ilyenkor szükséges normál ragasztó alkalmazása? Én normál ragasztóval ragasztottam eddig. Szerintem erősebb ez a hobbi ragasztó, mint hogyha dekupázs ragasztót használnánk. És emlékeim szerint a folyamatot meg is lehet fordítani, bár talán egy kicsikét bonyolultabb, hogy magát a rizspapírból kivágom a mintámat, és azt dekupázsolom a gyurmára? Olyat is lehet, persze. És még akár, hogyha gondolod, ezt a lámparészt is kiemelheted, vagy itt a lépcsőket is ki lehet domborítani. Vannak itt ilyen kicsi szike, meg gyurmázó eszközök, ha esetleg szükséged lenne rá, ezt odaadom neked. Jó. És akkor addig, amíg ez készül, és ugye ezt fogjuk feldekopázsolni a kannál, körbe, addig én cserepeket fogok készíteni, mert ezek a cserepek így a kanna méretéhez elég kicsik, úgyhogy gyurmából készítek egy kicsit nagyobbakat, amit majd fölragasztunk egyenként. Ehhez most sima levegőnszáradó gyurmát használunk, ez nem a könnyített levegőnszáradó gyurma, bár azt is használhatnánk, ez egy picit költséghatékonyabb. Megtehetjük-e azt, hogy az összes mintát kiemeljük, amit éppen szeretnénk, és a végén lefelzsoljuk fel ezeket a rizspapírokat, vagy érdemes nem, rögtön? Szerintem érdemes rögtön, mert a gyurma elkezd száradni. És úgy nehezebb vele bánni, már nem tudjuk úgy formázni. Én egy kicsit kinyújtom a gyurmát. Ablakot szeretnél kiemelni? Szerintem mindenképpen, Timi. Egyébként szalvétával is meg tudjuk ezt tenni, vagy a rizspapír az? A szalvéta az sokkal sérülékenyebb, a sokkal könnyebben szakad. Ez a technika, ez inkább rizspapírhoz alkalmazható, viszont egy kicsit lehet gyakorolni a szalvétával is, csak ott először a felületre rakjuk a gyurmát, és akkor utána vonjuk be a szalvétával. Közben addig mesél, hogy hogy kell cserepet gyártani. Majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan tudunk cserepet gyártani, és hogy egyáltalán mekkora méretre lesz szükségünk. Az már biztos, hogy ez a gyurma, ez vékony, úgyhogy ettől vastagabbat
kell készítenem. A mi cserepünket szerintem könnyebb formázni, mint ezt a mediterrán. És én úgy gondolom, hogy megvan, akkor lekukázsolom a felületet, arra pedig ráhelyezem a... Én úgy csinálom, Timi, hogy ezt a részt, ezt beragasztózom. Igen. Ezt nem emeled ki? De. Mindent emeljék ki, Timi. Ezt beragasztózom. Meg itt most ez ugyanolyan szinten lesz az ablak is, meg a zsalugáter is. Arra még tehetsz egy darabot ide a két szélére, hogy az kijebb emelkedjen belőle. És ha ezt a módszert alkalmazzuk, mi az, amire figyelnünk kell, hogy minél szebb legyen a minta, van bármiféle olyan szabály? Hát minél aprólékosabban dolgozzuk ki a gyurmát, annál szebb lesz a végeredmény. Az szerintem egy jó praktika, hogyha mindenképpen a mintán belül maradunk a gyurmával. És például Timi, amit most csinálsz részt, ez úgy is nagyon szép, hogyha nem az egészet feded be, hanem vannak gyurmás, illetve gyurma nélküli... Van-e ott a rossz? Gyurma nélküli részek. Mert úgy, ugye egyik virág kijebb lesz, másik virág beljebb lesz. Na, így. Igen. Először ezt már ugye beragasztóztuk. Igen. Akkor mondjuk, hogy ez lesz a házikunknak az eleje. Igen. Megfogod egy kicsit a kannát, köszönöm. És ilyenkor még lehet formálni. Így van, gyurmát. Ilyenkor még tudjuk formázni. Na és akkor dekupázsra ragasztunk. És szépen rásimogatjuk a felületre a rizspapírt. Ugyanúgy kell majd fölülről is lekennünk? Igen, fölülről is, de először alulról haladunk. És úgy, ahogy a nagy felületek esetében visszahajtjuk. És szépen haladunk így tovább, mivel ugye nem egyenes felületre dolgozunk, ezért előfordul, hogy gyűrődik, ezért vagy beszakítjuk, vagy bevághatjuk. Közben pedig folyamatosan igazgasd úgy, hogy minél inkább kidomborodjanak belőle a gyurmás részek. Ez itt egy tiszta nájlon, hogyha ezt a nájlont ráfektetjük. Vannak itt ilyen gömbvégű szerszámok, amik kimondottan jók a gyurmázáshoz, és ezzel pedig még az ilyen apróbb részleteket még ki tudjuk emelni. Akár az összes mintánál. A nájlont azért tesszük rá, hogy ne sérüljön a rizspapír. És gondolom az is fontos, hogy a felső dekupázs réteg felvívése előtt formázzuk igen. A mintánkat. És ugye addig kell, addig tudjuk formázni, amíg a gyurma nem kezd el megkeményedni. Itt szintén.
Na jó. Jó? Igen. Jó. Ezt a típusú gyurmát lehet festeni. Természetesen, igen. Szerencsés megvárni, amíg teljesen kiszárad a gyurma, és utána festeni, mert előfordulhat, hogy repedezik. Nem minden esetben, de előfordulhat. Így mindenképpen érdemes úgy, hogy egyik, vagy délelőtt mondjuk megcsináljuk a cserepeket, délután megfestjük és felragasztjuk. Vagy akár ragasztani fel is ragaszthatjuk, de a festés az lehet a száradás után. És még ahogy látom, arra érdemes lesz figyelni, hogy ne csúszson el, ne legyen ferte. A ferdeséget azt arra igen, arra érdemes figyelni. Itt van a nőstény, hogyha gondolod, akkor... Mert ugye ennek a kannának is egy igen különleges formája van. Még úgy is fogjuk festeni, illetve tovább díszíteni, úgyhogy minden esetleges hibát korrigálni tudunk. És most, hogy ide értél, ide ugye a rendes ragasztó került szülten. Ügyes vagy. Amik pedig a kezemben maradnak ilyen kis darabok, azt egy ilyen szilikon mintázó lapba teszem, ami tégla mintás, és ezek teljesen jók lesznek ide a felülethez, hogy ahol majd lesznek kisebb hízagok a mintánál, oda bele tudunk pótolni. Ezt akár stencilezéssel is megoldhatnánk a tégla mintát? Hogyne, persze! És ha majd elkészül ez a kanna, hogyan tudnád ezt a szettet majd bővíteni? Adj nekünk a kannát? Hát hogy akkor... egy egész városunk legyen? Például, igen. Kisebb kanna, nagyobb kanna, csészék, bögrék, üvegek. De akár egy teázásra alkalmas tálca is. Az is teljesen jó. Szerintem lekerült az első. Szupi. Jó. Akkor látod, hogy így, hogyha nem az egész egybe van kiemelve, akkor sokkal valósághű. Igen. Aha. Nagyon jó. Jó lesz. Akkor folytatom. Tartunk, Viki, összegezzünk. Nagyon sok minden történt, már alakul a tündérkertünk, a mediterrán stílusú cserepünk, nem tudom, hogy nevezzem. Mi történt eddig? Hát ugye feldekopázsoltuk, először alapoztuk a kannát, utána pedig a rizspapír hátuljára, amit szerettünk volna kiemelni részeket, oda gyurmát ragasztottunk, feldekopázsoltuk a kannára,
a mintán kívüli részeket pedig ilyen téglaminta hatású szilikon mintázóval takartuk be. Én pedig cserepeket készítettem, Timi. Mivel kerültek beszínezésre ezek a cserepek? Vörös-barna. Igen. Matta akrilfestékkel, illetve még ilyen mini házikókat vágtam ki, ami hamarosan ki fog derülni, hogy hova is kerülni. És akkor mivel folytatjuk? Azzal folytatjuk, hogy föltesszük a cserepeket. Igen. Szerintem legyen ez a következő, ugyanis a cserepek hamarosan elkezdenek száradni, és nehezen lehet őket formázni. A teás kannának a tetejébe egy kis oázist tettünk, tűzőhabot. Én most nedves tűzőhabot tettem bele, ami ugye azt jelenti, hogy élővirágot is lehet beletenni. De ez egyszer az... De most száraz dekorációhoz fogjuk használni, egyébként akár egy muskátlit is, vagy egy csokor levendulát is bele lehetne tenni, úgyis nagyon szép lenne. De most a tetejét össze fogjuk ragasztani a kannával. Ehhez heavy body gelt használunk. És remélem, hogy jó helyre pakolom a heavy body gelt. Ugye ez az a ragasztó, ami igazából mindent megragaszt, és nagyon tartósan rögzíti a dolgokat. Ez egy sűrű, átlátszóra száradó gélpaszta, amivel ragasztani is lehet, de különböző struktúrát, felületek kialakítására is teljesen alkalmas. A száradási ideje az hosszú. Úgyhogy majd óvatosan kell bánnunk vele. És jól gondolom, a cserepeket is heavy body-val fogod rögzíteni? Igen, heavy body géllel fogom a cserepeket is felragasztani. És remélem, hogy jól fog kinézni. És mivel még nincs megszáradva a gyurma, így azért lehet formálni. Így van, hozzáigazítom a széléhez. Egyszer láttam egy olyan kis házikót, aminek a cserepe ilyen hatalmas toboznak a részeiből került összerakásra. Miből lehet egyébként még cserepet gyártani? Van még valami speckó dolog? Hát nem vagyok Timi gyakorló cserépkészítő. De a gyurma az biztos, hogy jó dolog, bármilyen formájú cserepeket lehet vele készíteni, könnyen lehet színezni. A tobozos is egy gyönyörű megoldás, viszont nagyon nagy munka a tobozról ezeket a pikkelyeket lebontani. Cserepeket felragasztottad heavy body géllel, most pedig a kannának a fogókájára teszel egy ilyen díszes mintát, gondolom akkor végig. Igen, szerintem tegyük Timi végig. Ennek különösebb funkciója nincsen, lefestjük és akkor csak egy szép mintája lesz a foggantyú résznek. Utána pedig a rizspapír mintázatát fogjuk tovább festeni. És miután teljesen kiszínezted a kannát, mi lesz a legutolsó folyamat? Még egy apró kis várost építünk ide a tetejére. Cuki. Ilyen mini házikókkal. És ami akkor papírból van. Így van, ezek ilyen icipici házikók, mint a makett házak lennének, és akkor ezt vágtuk, kiragasztottuk össze. Az első az az lesz, hogy kőpasztát készítettünk ki, ugye ezt a fehér kőpasztát, ezt fogjuk megszínezni. Van még ott, itt is van ilyen festős karton. És ezt egy picit megszínezzük a sárga festékkel. Mit kell tudni erről a kőpasztáról? Ezt még nem alkalmaztuk szerintem.
ezzel is struktúrált felületeket lehet kialakítani, ilyen természetes kőhatást eredményez a felületeken, nagyszerűen lehet vele stáncilezni, többféle színben van, de mi most fehéret fogunk használni, mert erre a szép világos, sárgás, krémes színre fogjuk bekeverni. Ehhez egy nagyon-nagyon pici sárga festéket teszünk. És ezzel ti mi bevakoljuk az üres részeket először. Különböző réteg vastagságba visszük föl, hogy minél inkább hasonlítson az eredeti vakolatra. Timi viszont addig tedd már meg, légy szíves, hogy a fogantyúját bekened ezzel a sárga festékkel. Nagyon jól haladunk, mert most akkor a vakolat az elkészült a téglamintával, fönt vannak a cserepek, igazából mi maradt még hátra, Viki? Egy picit színezem, hogy hasonló legyen az alapszín, mint a rizspapírnál. Ez a rizspapír színeivel megegyező festékeket igyekszek összeválogatni, illetve majd olyan színt keverni. Ehhez kétfajta barnát és egy sárgás árnyalatot választottam. Ezután pedig én még úgy gondoltam, hogy egy pici mohapasztával megbolondítjuk, és a tetejét fogjuk még bedíszíteni a kis házikókkal, és egy pici zöld növényzettel. Kezdjük ennél a sárgásabb résznél, csak egy nagyon kevés festéket használok. Még egy popsi törlő, amire szükség van, hogyha esetleg össze kenném a mintát, akkor le is tudjam gyorsan törölni róla. Ez a szokásos maszatolás, amit így már van. Alkalmaztunk többször is. És miközben festesz, tudsz nekünk még tippeket adni? Mihez szeretnél tippet, Timi? Azzal kapcsolatban, hogyha ilyen stílusú kis házikót szeretne az ember készíteni, de éppen nincs otthon egy régi teáskannája, miből lehet egyébként még ehhez hasonló dekorációkat készíteni? Ha teáskanna nincsen, akkor nagyszerű egy nagyobb méretű befőttes üveg is, sőt nem csak befőttes üveg, hanem bármilyen üvegpalack szerintem teljesen jó erre a célra, akkor ugye magasabb házikókat tudunk készíteni, de azt is mondhatom, hogy bármi, hogy bármiből készíthetjük, lehet ez akár egy fazék is, például szerintem azt is, vagy egy lábast nagyon klasszul fel lehet díszíteni. És akár felépíthetünk egy egész várost is. Így van, felépíthetünk egy egész várost is. Szerintem nagyon hangulatos, kültérre, beltérre, teraszokra, erkélyekre, szerintem nagyon mutatós, és tényleg minél több méretet készítünk belőle, vagy minél többféle formát sorakoztatunk fel egymás mellé, annál látványosabb lesz a végeredmény. Tudom, Timi, hogy ez nem a te stílusod, te jobban szereted a modernebb dekorációkat, de remélem, hogy neked is az a véleményed, hogy bájos is. Nagyon bájos, igen. Én szerintem lakásdekorációtól függetlenül bármely konyhában nagyon jól mutathat egy ilyen alkotás. Egyébként azt is elmondom neked, és hogyha van kedved, akkor legközelebb készíthetünk akár modern stílusban is ilyen teáskannát. Tudom, hogy te nagyon szereted a steampunk stílust, a rozsdásítást, a vaxokat, és hogyha gondolod, és a nézők sem bánják, akkor mutathatunk a következő kreatív percekben ugyanennek a kannának egy teljesen más díszítési módját is. Szuper, én megvettem az ötletet. Rendben. Akkor legközelebb is teáskannát fogunk készíteni. És mert most látom, hogy ez a kőhatású paszta tényleg
fantasztikus, teljesen más struktúrát ad azokon a területeken, ahol a kented. Igen, nagyon természetes hatása van. Ugyanezt elérhetjük mondjuk gesszóval, 3D porokkal, vagy csak fokozhatjuk? Hasonlót elérhetünk gesszóval és a 3D porokkal. Tovább fokozhatjuk még ezt a látványt egyébként 3D lakkokkal, kontúrozókkal, ki lehet emelni a kis virágokat, és ugye a műsor elején említettük a tegola technikát, ahol ugye rendkívül részletgazdagan vannak ezek a minták kiemelve, illetve felépítve, úgyhogy én bátorítom a kedves nézőket, hogy mindenféleképpen próbálják ki. És ezt úgy kell elképzelnem, hogy például saját magam gyártom le a mindent, sajtót, mindent, a Timi, mindent, saját kezűleg, gyurmából, drótból, akkor a kis virágokat is egyenként elkészíteni, hogy ilyen icipicik legyenek. Biztos, hogy nem egy sicsúgy munka, viszont utána az elkészült alkotás az nagyon-nagyon látványos is. Részletgazdag. Akkor végül is azért is mondhatjuk, hogy némileg hasonlíthat a tündérkertekhez, hiszen ott is legyártatunk saját magunk bármit, amit abban kell. Így van, és ugye a tündérkertek is egy, mint egy valós életjelenetet mutatnak be, és hát akár ennek a kis teáskanna házikónak a tetejére akár tündérkéket is beköltöztethetünk. Meg hogyha olyan rizspapírt vagy szalvéta mintát választunk, vagy esetleg saját magunk festjük meg a kannánkat, akkor még mesebelibb hatást is készíthetünk, mint amilyet mi készítettünk a kis csúcsos ajtók, meg királylányos ablakformákkal. Szép kis pasztelszínekkel is akár el tudom képzelni. Akár újra lehet festeni az egészet. És akkor a rizspapír igazából csak egy sorvezető? Így van, és akkor az egészet át lehet festeni, akár egy teljesen más színvilágot is meg lehet rajta jeleníteni. És léteznek is már egyébként konkrétan ilyen rizspapírok, nem? Ahol csak a kontúrvonalak vannak. Így van, ezek a sziluett rizspapírok, amiket tetszés szerint úgy festünk, ahogy nekünk tetszik, az tényleg csak egy ilyen sorvezetőként szolgál. A fülét is egy picit beszíneztük ezzel a vöröses barna, illetve barna akrilfestékkel. Még itt az ujjadat nem akarom tűnni összekenni. Belül is egy kicsit. Ez ne legyen olyan nagyon sárga. És utána pedig egy kevés kis mohapasztával fogjuk még díszíteni. De előtte, Timi, díszítsük be a tetejét, jó, és jöjjön utána a mohapaszta. Jó. Bármilyen elrendezést használhatunk. Igen. És most jönnek a mindenféle zöldek, amiket ugye nagyon szeretünk. Ezek például ilyen kis levendula levélkék. Használhatunk ilyen nagyobb leveleket is. És ezek a zöld növények szerintem már is élettel telivé varázsolják, olyan, mint egy kis mini kert itt a tetején. És egyáltalán nem baj, hogy picikét belelóg a rizspapíros részre, sőt. Abszolút. Vagy engem egyáltalán nem zavar, sőt. Sőt.
ezeket a lila kis lavendula virágokat ide a zöldek közé teszem, ugyanis az a minta, Tini, ami neked tetszett, ugye az egy ilyen kékes lilás árnyalat, és a levendula szerintem jól mutat hozzá. Nézd meg, Tini! Jó, nagyon jó. Jó lett bele az a kis lila. Az. Igen. Szuper. Kellett. Na és akkor most ez lehet a vízla. És akkor most pedig a végén a moha pasztával még a zöld részeket egy picit kiemelem. Itt volt ugye az ajtó mellett a tuja. És ugye azt tudjuk, hogy a moha pasztának két része van, úgymond, egy sötét paszta és egy világosabb paszta, sőt, a harmadik a pázsi paszta, igen. És akkor egymásra kell pakolnunk ezeket a különböző színű pasztákat. Teljesen jól mondott, igen. És van még más teendőnk utána? A bársonyport, zöld bársonyport lehet beleszórni, tetszés szerint. És a zöld bársonyport is itt van vala, itt van pont előttem. Is van szükség? Ettől olyan természetes hatása lesz, ilyen puha, a puhaságát fokozza. Még itt csurog ki a ragasztó, ami egyébként átlátszóra fog száradni, de amit lehet, azt. A moha pasztát ugye nem csak oda kenhetjük, ahol egyébként a zöld részek vannak, hanem szerintem tetszőlegesen kialakíthatjuk, viszont tehát sajnos most el kell fordítanom egy picit. Mondhatjuk, hogy kész vagyunk, ti mi fejezzük be, mert még a végletekig lehet díszíteni. Én szerintem ma is egy fantasztikus ötletet hoztál magaddal, Viki. Én úgy gondolom, hogy akinek van egy kis szabad ideje és szeret részletgazdagon díszíteni, kreatívkodni, ez egy ideális ötlet számára. Nekem nagyon tetszik, attól függetlenül, hogy a modern dekorációkat szeretem. Na de majd! El tudom képzelni a teraszomon, úgyhogy szerintem nagyon szép lett. És még tudod, mit lehetne beletenni? Igen. Ezért egy kis mini égősör, még olyan hangulatos lenne vele este. Hát mondjuk ki, akkor a harmadik kanna, amit majd bemutatunk a kreatív percekben, az világító legyen. Jöjjenek a kannák a kreatív percekben, a nyára kannák lesz. Jó, hát a nézőknek köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb is érdemes lesz, folytatjuk a hasonlóan dekoratív, inspirációs ötletek bemutatását. Bízom benne, hogy sokan elkészítik, és örömüket lelik az alkotásban. Tartsanak velünk legközelebb is, együtt élmény az alkotás.